Kértem, hogy az OpenStreetMap ismerői tegyék fel a kezüket. Aki nem tette fel a kezét, az azt szerintem még nem hallott róla, akkor van miről. Egy-két mondatban bemutatom. A Wikipédiához nagyon hasonló szerkezetben tárol adatokat a világról, csak nem szöveget, hanem helyet, pontokat, vonalakat, felületeket, dolgokat. Ebből térkép készíthető, de nem csak térkép, nem csak megérítés, hanem mindenféle adatbázis, meg adat, megérés, meg útvonal tervezés, meg bármi. Az a lényeg, hogy nagyon open, nagyon szabad, nagyon alulról szerveződő, és az elég fontos, hogy nem csak az adatról szól az egész, hanem az adatot kiszolgáló infrastruktúráról is, és itt már is akkor arra utalok, hogy miért is van közel ahhoz, ehhez a helyhez, ehhez a témához, mert hogy a leginkább szabad szoftverekkel bánnak az OpenStreetMap adataival, például a Java alapú OpenStreetMap szerkesztő, aminek a logója itt látható, és a következő képen pedig egy képernyőkép róla. Ez egy kifejezetten, a Java-ban van multiplatform, nyílt forráskódú, szabad szoftver, és leginkább ezzel szerkezték az OpenStreetMap-et, bár vannak más szerkesztő felületei is, nem ki, csak kizárólag ezzel lehet hozzáférni, mert ez is nyílt egy API keresztül, bárki bármit csinálhat vele. Mindenesetre ez egy nagyon jó kis desktop alkalmazás arra, hogyha OpenStreetMap-en szeretnék valamit módosítani, akkor ezzel meg tudom tenni. Ezen persze bőven túlmutat a lehetőség készlete, itt a rétegkezelő éppen be van csukva, de oda akár bármilyen térjük formatikai állományt is behúzhatod, tehát a használata még csak az OpenStreetMap-re sem korlátozódik. Esetleg a Quantum GIS-t, ha ismeritek a szabad szoftverek világából, akkor az hasonló, így a kereskedelmi, nem is szeretném megnevezni, mely termékeknek a versenytársaként működik, mint már a Quantumra gondolok, mint ilyen szabad szoftver megfelelő, akár csak az OpenOffice, a LibreOffice, a Microsoft, bocsánat, neki nem mondott kereskedelmi Office helyett, majd nagyon odafigyelek a jövőben, bocsánat. Szóval itt az OpenStreetMap is nyilván maga az állomány is egyébként a meg nem nevezett kereskedelmi cégnek a térképéhez hasonlóan világszintű lefedettséget és mindent igyekszik megejteni, csak éppen nem annak a bizonyos világméretű marketing cégnek a tulajdonában áll, hanem a közösségi bárkinek a felhasználhatóságát jelenti. Na, tehát visszatérve ismét a szoftverre, ez egy tök jó dolog, én már úgy aztán 3 vagy 4 éve csöppentem először bele, hogy ezt így megláttam, és már akkor nagyon jó volt, bár akkor még csak a 3000 vagy 4000 vagy valami ilyesmi release számnál tartott, ez ilyen SVN commit azonosító nagyjából, tehát ha bármi történik, az egyet növel rajta, most 10000-nél jár, ami azt jelenti, hogy eléggé aktívan fejlesztik azóta is, és most is. Amit összefoglaltam, az mondjuk két részre vontható, az egyik fele az szerintem nektek elég általános lesz, de azért bár ezt az előadást már egyszer a OpenStreetMap meetupon hasonló formában már megtartottam, ezeket a diákat ott fontosabb volt mutatni, de benne hagytam ebben is, mert úgy gondolom, hogy azért nem árt hangsúlyozni, bár van átfedés azzal, amit Balázs előadásában korábban elmondott bőven. Ugye a szabad szoftver előnyei tényleg a korlátozottság nélkül, pontosabban az ilyen kereskedelmi szoftverekre jellemző típusú korlátozottságnak a teljes felül, azokból a korlátozottságból való kiugrás, és ezt nagyon jól veszik is azok, akik használják a lapot arra, hogy tényleg beletegyenek tudást, és tényleg szívesen tegyék bele a közösség számára, mert ők is így jutottak hozzá. Én is úgy vagyok vele, hogy én sem úgy születtem, hogy a Java OpenStreetMap editorral, vagy bármi más szabad szoftverrel közöm lett volna hozzá, hanem egyszer csak kaptam. Tehát így valahányos verziótól kezdve használom, és amikor akarok valamit bármire használhatom, tök jó, és majd a következő diákon még azt is kifejtem, hogy mikor akarok valamit, és mifélét akarok rajta módosítani. A nyílt forráskód, ami a szabad szoftverhez kapcsolódik, de tök mást jelent, csak egy másik
dimenzió, az pedig nagyon, tehát általában tök jó dolog, hogy meg lehet ismerni a kódot, ráadásul itt a JOSM esetében nem is keresett, bár lehet, hogy egyébként nagyobb nyílt forráskódú projektekhez vagytok hozzászokva, nekem azért ez így ilyen nagy tömegnek tűnt, mert meg kellett benne találnom bizonyos dolgokat elég precízen, amit nem, tehát leginkább csak keresővel, vagy egy keresve tudtam kb. Megtalálni, aztán néha mellőlődtem. Viszont a jávasága miatt, meg a precizitása miatt szerencsére jól, jól olvasható volt a kód, és meg lehetett érteni, angolul volt, ez pedig fontos dolog, ezt nem győzem hangsúlyozni, hogy tök jó, hogyha egy projekt egy nyelven van, már itt most kicsit elmegyek a részletekbe. Minden esetben ez a nyílt forráskódú cucc, ez ebből a szempontból eléggé rendben volt. Módosítható úgy olyan szinten, hogy tényleg nem kell hozzá nagy trubája, hogy aztán a saját gépemen már a forrásból újrafordítottat használjam. Nekem egy kicsit azért furcsa volt a járás környezet, mert azért egy ilyen C++ vagy C-s környezetű futtatást már láttam, de a Javát nem értettem, hogy hogy működik, aztán végül is hál' Istennek nem kellett nagyon megértenem a lényegét, hanem annyi volt, hogy beírtam egy ant build körülbelül egy parancsal, hogy elkészült egy jar file, és ez így tényleg működött. Tényleg azonnal kipróbálható, és ahhoz képest, hogy ilyen irgalmatlan nagy fájtömeggel, meg sor számmal dolgozik, okosan összerakott, tényleg csak azt fordítja, amit kell, és egy ilyen pár másodperc alatt össze is pakolja az egészet, és tényleg azonnal az ilyen minimális idő után visszajelzi. Tehát tök jó volt, hogy egyből láthatom, amit csináltam, feltéve, hogy nem dobott valami csúnya exception, amit azért az elején bőven dobált, és ez egy tök jó visszajelzés volt nekem, hogy bármit átírok, és úgy egyből meg tudja jelenni. Bár csináltam már hasonlót máskor is, de itt az volt az izgalmas, hogy abban az OpenStreetMap szerkesztőben én itt csak belegyúltam. És nem patcheltem valamit így ilyen hexeditorra, amit néha exekben megtettem bizonyos célokra, hanem forráskódban. Viszont kettőt lapoztam. Na és aztán miután elkezdtem módosításokat csinálni, először csak viccből, vagy így próbálkozásból, de elkezdtem közzé is tenni. Van egy plugin rendszer ennek a programnak, amivel elkezdtem egy plugint írni, pontosabban egy meglevő volt plugint, ami már beépült, most már nem plugin, de most mégiscsak jelentem bele egy plugint, hogy ne a mindjárt a fő programba kerüljön bele, mert nem biztos, hogy elfogadják, amit csináltam, de ez egy mellékszálnak bizonyult. A végén egészen az éves programnak a forráskódjába kezdtem, tehát a magban kezdtem dolgozni, és aztán ezt patchfile formájában is juttattam a track, vagy track, vagy nem tudom, hogy egy nevű, ilyen, hát ma már egy kicsit óriatónak tűnik a GitHub mellett ilyen verzióköltő rendszerükbe, amivel ez a JOSM dolgozik, és tök jó volt látni azt, hogy egyből válaszolnak rá. Hát a pull request az ott sajnos nem, tehát a pull request fogalmát ezt a GitHubon már mindenki ismeri, de a tracknál ez egy máshogy működik, egy kicsit ilyen SVM-ben van ennek a programnak a forrás kódját, ott a master, és ahhoz még a mai napig nem kaptam közvetlen hozzáférést, de nem baj, mert így legalább van egy kis kontroll fölöttem. Tehát én nem vagyok egy ilyen hardcore Java programozó, téli informatikusként csöppentem ebbe a világba, kicsit láttam mindenféle programozási nyelveket, de a Jávához úgy egy kicsit idegenkedve álltam hozzá, aztán utána egész jól belejöttem. Erről még egy következő diánon még beszélek. És az volt az izgalmas, hogy azokat a patcheket, tényleg amiket megcsináltam, egyszer csak bele mörzsölték a forráskódba. Hát ez a szerencsés esetben az volt, hogy oké, azt mondták, hogy tök jó, köszönjük. Viszont sok esetben azt mondták, hogy bocsi, de az alatt egy hét alatt, vagy néhány nap alatt, amíg az én változatomat, hogy föltettem, és mire fölfigyelt rá valaki, és mire úgy azt mondta, hogy jó lesz, addigra mások változtattak ugyanazon a kódrészleten, és így már sajnos az a diff, vagy patch, az már nem, tehát hiába próbálja ráküldeni, nem megy, ezért akkor jó lenne, hogyha még egyszer, tehát
én magam ezt a merge-et elintézném, tehát hogy még hogyha azt így bele nem is tudom küldeni, de csinálják egy olyan patch-et, ami az aktuális kódbázisra is alkalmazható. Jó, akkor csináltam, és akkor általában már másodszorra bekerül. De azért ez nem volt minden alkalommal így, elég pozitív volt azt látni, hogy így egyszer csak bekerült és ott lett. Hát igen, ezt mondtam, hogy jogosultság szerezhető, sajnos ez január óta még nem történt meg, de ennek a többek között az is oka, hogy a március felé elfogyott az időm a rendelkezésre álló, akkor sem volt előtte sem idő, csak hanem minden határon túlmentem az ezzel való babrálásban, és nem tudtam tovább folytatni, és aztán egy hirtelen így már nem nagyon akarták megadni ezt a bizonyos jogosultságot, de nem is volt mihez. Ja, a kiegészítőről már beszéltem, csak itt most előre vettem a témát, de alapvetően az az érdekes benne, hogy ugye van egy nagy programmag, ami sok funkciót tud, de vannak bizonyos funkcionalitások, amit nem akarnak belevenni a programmagba, akkor ott a lehetőség, hogy pluginként nyilván korlátozottan lehet egy plugin, az nyilván egy modul, vagy akárhogy is hívják, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy bármit meg tud csinálni az a dolog, de azért elég, a Java-ban elég sok mindent így felül lehet írni, vagy vannak ilyen mindenféle callback-ek, amin keresztül ez így ment, és akkor bizonyos dolgokat mégiscsak meg tud. Tehát értelmes funkcionalitást lehet egy programhoz hozzáadni, még akkor is, hogyha az a core, vagyis a rendszer, vagy a programnak a magjában nem is fogadják be azt a változtatást, mert azt mondják rá, hogy bocs, de ez elég off topic, hogy keveseket érint. Az egyik módosításom kifejezetten ilyen volt, meg is mondták, hogy ez plugin lehet, de hát jó, elfogadtam, kicsit szomorú voltam, mondtam, így is rengeteg funkció van benne, amit szerintem meg én használok kevesen, de ez olyan, hogy vannak guruk, akiknek nagyon sok ember óráit benne van, nyilván szintén ők se kapnak érte pénzt, vagy nem ez a fő munkájuk, és mégis nagyon sokat törődnek vele, itt azért el kellett fogadnom azt, hogy hát pedig akkor nekik van igazuk, főleg, hogy náluk a jogosultság. Talán a motivációról egy dia, hogy miért is csinálom ezt. Ez alapvetően olyan szempontból volt az érdekes, aminek én nekiugrottam az adatminőségre gyúrt, és az adatminőséghez szükség volt olyan eszközökre, ami nem volt benne alapból a szerkesztő programban. A legelső gondolatom az volt, hogy bár ez nyilván a OpenStreetMap világba vinne be a részletekbe, itt azokat a diákat ki is vettem, de konkrétan az volt, elkezdtem egy vasútvonalat szerkeszteni, és azt szerettem volna megcsinálni, hogyha azok a bizonyos töréspontjai a vasútvonalnak, ahogy az ível, azok egyforma távolságra és lehetőleg egyforma törésszögben legyenek. És ezt így szemre lehet valamennyire lőni, de annyira pontosan nem. És azt gondoltam, hogy egy olyan megjelenítés, ami mutatja a törésszögeket, mutatja a távolságokat, az ehhez hozzásegít. Hát, hogyha nem is ennyire közvetlenül az adatminőségnek az emelésére, vagy adatpontosítására szolgáló eszközről beszélünk, akkor is nagyon fontos az, hogy folyékony legyen az alkalmazás működése, kézre álljon, ne legyenek benne zavaró hibák, vagy ilyen ellentmondások, ami miatt nehéz használni, hanem amit úgy észreveszek, és azt gondolom, hogy jobb lenne, ha másit csinálná, így gondolom, ha van időm, megcsinálom patchként, beteszem a truckba, mint ötletet, és ha másoknak is tetszik, akkor elfogadják, körülbelül ez volt a lényeg, és egész sokat tudtam ebből, az elképesztő távlatok, kicsit túlzás, de szóval tényleg nagy klassz volt azt látni, hogy beletett, hozzá tudok valami ötlettel nyúlni másoknak a szerkesztői életéhez is. A 36 patchből a legtöbb már be is került, és már használják is, sőt azóta már meg is jelent a, tehát nem csak a hogy hívják ezt a trunk, tehát a fejlesztői változatban, hanem stabil kiadásban is most már ezek benne vannak. Néhány, most hiszem, hogy mind angolul van, ezek így, aki nem a teljeség igényével, meg nem fogom őket felsorolni, de ilyen, hogy a végfutjátok, látjátok, hogy ilyen néha csak elemi szintű dolgok, de volt olyan is, ami talán
Igen, ez volt egy kifejezetten nagy kaliberű történet, hogy alapból a jó esetben minden olyan háttérréteg, amit behívtunk, akár ortofotó, vagy valamilyen műholdkép, ilyen képszerű dolog, akár térkép, azért nagyon csúnyán jelent meg, mert egy ilyen níresznéből, tehát amit talál bármilyen pixelt így belehány mindenféle átméretezés nélkül, meg nem sikerült pontosan illeszteni a nagyítási szinteket, úgyhogy nagyon zavaró volt, hogy csúnyán néztek ki azok a térképek, amiket egy webböngészőben meg tisztán lehetett egy az egyben nézni. Csak annyi volt a feladat, hogy a nagyítási szintet igazítsuk a megjelenítésben ahhoz a térképhez, mert a kettesével növekvő nagyítási szinteket lehet. Tehát miért nem miért használnánk azt, csak ezt a snappet, ezt a nagyítási szinthez való snappet kell csak úgy belőni, hogy ezt egyszerre megcsináljuk, akkor onnantól kezdve szépek lesznek ezek a háttérképbeírások, és ez csomó küzdelem árán, meg mindenféle kompatibilitási, meg visszamenőleges dolgokat is leküzdve sikerült átverekednem a fejlesztő csapaton, és aztán még egy csomó mást is még megcsináltam, mondjuk itt én az autosave compression option-je, az például azért került bele, mert mindig kevés volt a hely a Winchesteremben, és egy nagy fájt betöltöttem, és az elkezdett autosave-elni, akkor így megtöltöttem maradék, nem tudom, hogy 20 megabájtot, amennyi éppen szabad volt a home könyvtáramban, és azt gondoltam, hogy mi lenne, hogy ezt automatikusan tömörítve tenni, és akkor a 20 megabájtra még el lehetne dolgozni, de csak 3-at vinne el az autosave, és a maradék 7 még a túléléshez segítene. De ezek ilyen apró motivációk voltak, azután most már van nagyobb Winchesterem, de a fejlesztés eredménye benne van mások rövére is, és egy csomó egyéb. Na szóval minden esetben csomó, ez egy kiragadott példák voltak, lehet, hogy nem pont a legfontosabbat tettem bele. A módosítások elfogadásáért való küzdelmet már említettem, és hát a Java programozással azért térek vissza, mert mindenkit buzdítok arra, hogy egyszer próbálja meg, ha még nem próbálta meg. Ki az, aki még nem próbálta meg a Java programozást? Most egy ilyen fordítva teszem fel a kérdést, de tényleg, hogy érdemes. Tehát ez egy olyan világ, ahol úgy kinyílnak dolgok. Tehát úgy, olyan, vannak programozási nyelvek, amiket nem feltétlenül kedvelek. Például nem akarok példát. Vannak olyanok, amiket harmadszorra sem írtam meg szeretni, és a Jávát viszont így be tudtam fogadni. Tehát, hogyha eddig sok programozási nyelv idegen volt, akkor lehet, hogy éppen ez lesz az, amiben el tudtak indulni. És furcsa volt utána visszaváltani, nem akarom megmondani, melyik webes programozási nyelvre, amit addig sokáig azt gondoltam, hogy nekem ez nagyon kézreáll, mert olyan nagyon furcsa volt, hogy basszus, miért, ez mennyire normálisabb volt Jávában. Ezt így tudom titeket bátorítani, mert ez jó tanulság volt számomra, hogy jé, létezik normális programozási nyelv is, még hogyha nem is értek egyet azzal, hogy ilyen köztes kódra fordít, és nem natívra, meg szóval mindenféle bajai amúgy egyébként vannak. És mivel tengerni az irodalmat, ezért bármit, hogyha meg akarsz csinálni, megtalálod a Stack Overflow, tele van Jávával, meg mit tudom én, még minden helyeken lehet találni. Tehát ez, hogy mondjam, nem azt gondolom, hogy és tényleg vége is van a dolog, mert nem akarom tovább ragozni, vagy csigázni, hogy vajon majd megmutatom a nagy tutit, mert igazából csak a személyes hozzáállás, az volt ennek a kicsit hosszúra nyújt, de egyébként csak kevés diáfoláló előadásnak a fő mondani valója, hogy egy mezei térinformatikus, mint én, hozzá tudok tenni a közösségi, egy sok ezer vagy akár 10 000 szerkesztő által naponta használt szerkesztőhöz azáltal, hogy egy kicsit így bele nyúlok a dologba. Bár sosem tanultam Java programozást, meg az összes összetevőt, amit ehhez felhasználtam, csak úgy ragadt rám, és senki nem motivált kívülről ehhez, csak egyszerűen az volt bennem, hogy ami nekem jó lehet, az, ha meg tudom csinálni, az legyen mindenkinek jó, mert azért van nekem jó eszközöm, már eleve, mert mások is már előttem így gondolkodtak. És hogyha én beleteszek a közösbe, akkor mások már arra tudnak építeni, és nem kell ugyanezt kitalálniuk. De ebből a 3/4-ét is szerintem már mindenki tudta, mert azért van itt, de azért, hogyha ott a múljat, akkor tudok. Ha van kérdésetek, akkor pedig várom kíváncsian.
Köszönöm a figyelmet!